Sziasztok, én Marci vagyok, ez pedig egy újabb teszt videó lesz. Bocsánat, hogy most egy kicsit bemozdult a kép, csak kicsit arrébb jöttem a székkel. Srácok, hát végre itt Gödön a Spárban belefutottam ebbe a termékbe. Igen, jól látjátok, így sőtelten egy energiaital teszt videó következik. És azért hogy az Ember Energy és hogy az Ember ide szlogen nem kell, új ütős íz. Ugye ez az új ütős ízű energiaital, amit így is reklámoznak. És ha megint nézitek a doboz dizájnt, nekem sokkal jobban tetszik, hogy itt végig a fekete része ott, hogy Ember. Neked természetesen az, hogy gyártják. És ugye itt a sima, hoppá, majdnem elejtettem, hogy ez a sima, ha megnézitek itt a fekete részt, egyetlen nincs benne a Ember. Itt. Nagyon is jól látszódik. Úgyhogy ezt felciccen, úgyhogy ezt felpattintom. Ilyen srácok, egyébként nem tudom mi változott, mert egyébként ez is tutti-futtisak mondható, és hát az van rajta. Hát kíváncsiak rá, mi változott. Igen. Na, jaj. És mint a Semtexnél, ugye, azt a videót nem láttátok, a csatornán megtaláljátok. Ez a full tutti-frutti, mert itt illatra, na. Lássuk, hogy az új ütős íz milyen. Na, várjatok? Na, ez hasonlít a Hellhez. Ez az új ütős íz. Ez egy picivel enyhébb volt, ez ilyen sima. Ezzel össze tudom hasonlítani, ebben nem volt annyira erőteljes a tutti frutti. Ebben viszont mint egy Hell vagy egy Monsterbe. Igen, ez határozottan intenzívebb. Benne a tutti frutti. Na ez már tényleg, srácok. Na ez az a szint, amit én elvártam az Embertől. Nem panaszkodok erre, ez ugye az alap, tehát ez nem az új ütős íz, erre nem panaszkodok. Mert ez is tutti frutti is volt, viszont sokkal gyengébb volt benne a tutti frutti íz, mint ebben az új ütős ízben. Itt felerősítették a tutti fruttit, ugye? És ez most tényleg az a szint, amit egy Hell tud. Hát... akárhogy is nézzük, srácok, és kitett magáért is azé. Tényleg. És egyébként ez nem szponzorált tartalom, tehát én nem lettem megkeresve az, hogy mutassam be ezt az energiaitalt. Hanem... megláttuk itt, és hát én megláttam ugye alapból az üccsit, de a régi üccsit tudtuk megvenni, aztán megittam. Az új üccsit azt viszont még nem kóstoltam, de arra is kíváncsi vagyok. Hát egészség. Nem tudok erre más mondani, srácok, ez nagyon finom. És azért hasonlítgathat, és egyébként azért tudom hozzáhasonlítani ezt a fajta az Embert más energiaitalokhoz, mert már azért egy jó párat megittam. Tehát tényleg ez jó, hát azért a Hellt hozom fel ennyire, mert azt ittam nagyon sokat, Hellt. Abból már tényleg sokat ittam. És hogyha ez most egy energiaitalt ezt akkor itt már kicsit jobban rámegyek az energiaitalokra, meg most nem este videózok, hanem fél három van egyébként. Úgyhogy, de tényleg a 32 mg per 100 ml koffeintartalma az megvan. Az totálban megvan. És hát... véleményem szerint, srácok, nem rosszak az energiaitalok egyébként.
de tényleg nagyon károsak. Úgyhogy arra azért tényleg figyeljetek, hogyha esetleg ti is szeretnétek kóstolni energiaidat, ne járjatok úgy, ahogy én, mert én legelőször helt, még hetedikben ittam, amikor még általánosban jártam hetedik osztályba, akkor ittam helt legelőször, amikor az angol csoporttal elmentünk bowlingozni. Aztán utána meg nem volt megállás. Utána már jöttek az energiaitalok rendesen. Monster, abból is több fajta, ugye a Zero, Ultra, most már ugye itt a Monster Nitro, már azt is ittam, Burn, abból is többet ittam, bombából, csak egyet ittam egyébként, nem, kettő fajtát ittam bombából, a simát meg a mojitót, jó, hát Hellből, Zero, az összes Gamer Hell, ugye a PvP Nova Arcade, akkor abból is ugye a Zero, a sima, a Strong Focus, rengeteget ittam el ezekből. Meg hát Monsterből is ott voltak ugye a rehabok, mindkettő fajta, úgyhogy tényleg srácok, én ugye így jártam az energiaitalokkal, rengeteg dobozt megtartottam egyébként, de ők azok most már nincsenek meg. És ahogy nézem, azért feltűnhetett nektek itt egy kis változás ennél a polcnál, de már tényleg meg kéne csinálnom azt a room tour videót, amint gondolkodok, de ez a polc, ez még nincs teljesen kész. Mármint ez, amiről itt beszélek, de ott látszódik, hogy felkerült egy üvegajtó, meg már tényleg, na, lassacskán már tényleg ráveszem magamat arra, hogy telefonnal, de megcsináljam a room tour videót. Ami egy hosszabb videó lesz, de akkor ott mindent be fogok nektek mutatni a szobámból. Mert ugye mindig csak ennyit láttok a facecamből, vagyis hát amit ugye lát a webkamera, hogy itt a mikrofon, ugye itt vagyok én a székem, meg még ott a háttér. És ezt a háttéret nemszerűen takarom ki egyébként egy zöld háttérrel. Szó is sötét, bakker, nem áll. Na, akkor leszek egy igazi bolond, hogyha ezt a dobozt nem tartom meg. De komolyan mondom. És itt megtartom a régit is, természetesen, ugye ezt. Hogy össze tudja hasonlítani egy bivágyszatot a dizájnban. Úgyhogy srácok, ez a videó az egy... Jaj. Úgyhogy ez a videó az ennyit volna. Ne bocsássátok meg, hogy néha ugra a fókusz, de a webkamera az ilyen, hogy az automatikusan befókuszál mindent. Ami úgy van, mint például ugye most a dobozokat. Úgyhogy én ezt megiszom szépen. Ami igazából ennyi is volt. Ja. Ja, hogy vízzel még átabítom. Úgyhogy srácok, köszönöm a Na, szóval köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Remélem tetszett nektek. Ha igen, tudjátok mi a dolgotok. A feliratkozást, bekapcsolni a kis csengőt is, aktiválni. És ha tetszett, amit láttatok, a lájkot sem felejtsétek el, mert az még mindig egy pozitív visszajelzés tőletek felém, hogy tetszik, hogy csinálok, és szeretnétek még átni videókat, mert én igazából hobbiból videózok. Egyébként nem ebből akarok egyébként, tehát nem ezt akarom csinálni azért. Rendszeresen, de szeretek videózni, na. Úgyhogy ennyi srácok, aztán majd a következő videóban találkozunk. Én Marci voltam, sziasztok!